Éppen egy éve készültek ezek a felvételek a pécsi Cipernovszky Károly Műszaki Technikum és a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter együttműködéséről a helyi iparkamarában. Ösztöndíjjal támogatják a térség gépipari cégei a technikumban tanulókat. Idén is marad a támogatás, azonban a járvány miatt nem volt nyilvános esemény az aláírás. 4 éve van lehetőség arra, hogy a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter által kírt ösztöndíjat a diákjaink közül 3 fő elnyerje. Minden ágazatban, minden technikusi végzettséget szerző diákok közül a legjobb tanulmányi eredményt elérő diák kaphatja meg ezt. A gépgyártás technológiai technikusok, az elektronikai technikusok és a mechatronikai technikusok pályázhatnak ezekre az ösztöndíjakra. 100-100 000 forintról van szó. A tanulmányi eredmény a szakmai versenyek a technikusi vizsga számít. A tanulók ráadásul megismerhetik a gépipari cégeknél folyó munkát a gyakorlati képzésük során. A járványhelyzetben is éles harc folyik a 100-100 000 forintos ösztöndíjakért, amit a 3 legjobb végzett technikus kap majd, mondja az igazgató. Teljesen élesben, hiszen találkoznak is egymással, itt a gyakorlaton együtt dolgoznak, és készítik tulajdonképpen azokat a termékeket, amelyek majd a vizsgaprodukciót minősítik. A gépipari klaszter vezetője azt mondja, kiemelten fontos, hogy minél több fiatal válassza a műszaki pályát. Hiány van a szakemberekből. Örülünk, hogyha a pécsi szakközépiskolákat, újabb nevükön technikumokat, illetve a Dél-Dunántúlon egyéb, például Nagyatádon, Somogyban van egy partner kapcsolatunk, Szekszárdon van egy alakuló partner kapcsolatunk, hogyha a fiatalok nagyobb számban veszik igénybe ezeket a lehetőségeket. Az ösztöndíjprogramunkkal próbáljuk ez irányban terelni a fiatalokat is, és a szülőket is, hogy rájuk kedvező hatással legyünk egy ilyen támogatáson keresztül. A Cipernovszky Technikum mellett a nagyatádi Ady Endre Technikumban is támogatnak egy diákot az ösztöndíjjal. Olyan szakmákat tanulnak ezek a fiatalok, amikkel könnyű elhelyezkedni a térség cégeinél. Nyilván azokat a pályákat érinti ez a támogatási program, akik szóba jöhetek legerősebben a gipari szektorban. Ugye ez elsősorban a gépgyártás technológiai technikusokat érinti, másodszorban az egyre divatosabb mechatronikai technikusokat, és harmadsorban az elektronikai szakembereket, elektronikai technikusokat. A pécsi Cipernovszkyban évente 90-en végeznek. Az igazgató azt mondja, a visszajelzések alapján a munkaerőpiacon ilyen műszaki végzettségből ennek a sokszorosára lenne szükség.